Sziasztok! Eljöttem erre a körmös rendezvényre. Éppen szünet van az előadások közt, és mindenki nézi, hogy mik az újdonságok, és mik az új technikák, amiket használni lehet, mik az új termékek, és hát ebből természetesen én sem maradhatok ki. Hihetetlen sok fajta köromlak van itt. Hiszen több száz szín. Vannak ilyen natúrszínek, egyszerűbbek, például ez a szürke, ez szerintem nagyon szép, én nagyon imádom. Vannak csillogók, és ami tetszik, hogy igazából mind a két oldala ki van festve. És nagyon sok van, nagyon gyönyörűek. Itt külön vannak, ezek mondjuk nem tudom miért, de most nincsenek rendszerezve. Itt vannak a csillogók, amik én csak úgy nevezek, hogy ilyen karácsonyi színek. Ott van egy arany, az zseniálisan néz ki, és ámulok és bámulok, hogy mennyi különböző szín van és árnyalat. Egyszerűen hihetetlen. Mint hogyha az ember ilyen játékboltban lenne. Különböző ilyen körömolajak, meg köröm ágyápoló olajak vannak. Nagyon sok különböző fajta van. Mindegyik más színű, más hatóanyag, mindegyik másra jó, más illat. Húha, eszméletlen sok minden van itt. Itt vannak az ilyen nude körömlakok, ami azt jelenti, hogy az ilyen természetesebb árnyalatok és színek. Ez például nagyon szép, ez nagyon tetszik, ezt simán kipróbálnám, meg azt is. Az világosabb és fantasztikus, imádom. Ennél a standnál viszont mindenfélét találtam. Találtam itt kakaó és kávés bőr radírt. Igen, szóval nem tudom, miért mondtam ezt így, de kávés bőr radír. A másik az olívaolajas bőr radír volt, és mind a kettőnek nagyon-nagyon finom illata volt. Szóval fantasztikusak. Itt annyi fajta körömdísz van, és köröm, hát csicsa, mondjuk ki csicsa, amennyi csak el tudsz képzelni. Fantasztikus. Itt is voltak különböző szérumok, meg olaja, meg gyakorlatilag mindent megtalálsz itt, ami szem, szájnak ingere. Nem tudom, hogy mondtam-e, de ez egy workshop volt tegnap, ahol különböző előadásokat tartottak, mindenféle különböző témákból, tehát volt ugye egészség téma, volt bőrápolás, volt olyan, hogy ha ebben az esetben például pedikűrös lennél, akkor a különböző bőrelváltozásokat, különböző betegségben szenvedő pácienseknek a kezeléséről volt szó, hogy mit, hogyan kell szakszerűen kezelni. Volt egy stand, ahol különböző körmöket készítettek, ki voltak ide téve, és ezek olyan precíz munkák, olyan gyönyörűek, hogy én erre már azt mondom, hogy na, ez művészet, ez tudás, ez tehetség. Ennél pont mellette, itt ahogy látjátok, a hölgy éppen mutatja be a különböző új technikákat, hogy hogyan lehet megcsinálni, és mik is ezek. És hogyha szeretted volna, akkor simán leülhettél volna, és meg is csináltathattad volna magadnak a legújabb körmödet, hogy csodálatos legyen és szép legyen. Hazaértem, és remélem tetszett a videó. Hogyha tetszett a videó, akkor ismeritek a szlogent, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!